Piros a jégre lépni a Pécsi Malomvölgyi Tavon. Ez a szabály már évek óta, ami most sem változott. Azonban ennek ellenére a tólyegesedésekor mindig akadnak próbálkozók, pedig az életükkel játszanak, mondja a területgondozását végző Biokon munkatársa. Megfelelő táblaszámmal próbáljuk ezt e, tudatosítani, de jelen pillanatban most egy hete már visszahúzódott az a kemény jég, ami amíg a múlt héten, elindult, de sosem volt teljes jégfedettség. Na most itt a tónál sok olyan alsó forrásunk van, ami a felszíre törve meg tudja gyengíteni a jeget, tehát nem véletlen tilos itt a jégre lépni. A víz alig pár fokos, így ha beleesik valaki, gyorsan csökken a testhőmérséklete, illetve a tó mélysége is változik. Könnyen ki lehet hűlni, és itt a mélységekkel is nagyon érdekes viszonyok alakulnak ki, mert itt ahol állunk ezen a partszakaszon például, itt a legmélyebb, akár 10 méter is lehet itt a gát közelében a vízmélysége, aztán ha lejjebb megyünk ö, egy 10-20-30 méterrel, ott már csak egy méter mély, például a part Tehát nagyon érdekesek ezek a mélységi viszonyok, és hát vastag szaprétek van végig a, a fővenyen, tehát nagyon vigyázni kell. Szírosi Tamás azt mondja, munkatársai elsősorban figyelmeztetnek, hiszen a cél, hogy ne történjen baj senkivel. Azonban büntetni is lehet a jégre lépőket feljelentés alapján. Ebben az esetben minimum 30 ezer forintba kerül a szabálytalankodóknak az, hogy tirosban jártak. Szerencsére baleset még nem történt ezen a télen, tudtuk meg az erdőgazdálkodási vezetőtől.